hallgatjuk évről évre, és szeretnénk változásokat észlelni, fogan esetben azt hallottuk, hogy lesz változás. Igen, hál' Istennek értek tájáltató, óvoda bővítése, nagyon ránkép. Igaz, hogy szép az óvodánk, de egy kicsit régi. Még a csoportszobánkkal nincs is semmi gondunk, mert szép, tágasak, világosak. Inkább az öltözővel és a higiét, tehát a szociális helyiségekkel van gondunk, az kevés. Vagy a gyermekétszám kevés, a vécünk és a mosdónk, és ott ígért, és az öltözőnk, és ott ígértek bővítést. Meg még ablakok cseréje, tetőcsere, tehát egy kicsit komfortosítják a óvodánkat. Zsuzsával fehér gyermekért vagyunk, ő egy sonkában méltóztatva vezetni az óvodát, azt mondjuk, hogy sok gyerek van. Mennyi az a sok gyerek? Egy csoportra 35 a beírt létszámunk, 35 a beírt létszámunk, és járnak a gyermekek óvodába, mert azt hiszem 3 vagy 4 gyerek nem, 4 külön nem részesült gyermekvédelmi támogatásba, ők fizetnek 50%-ot, a többi gyerek ingyenesen érkezik. Amikor itt jártunk korábbi években hasonló évszak, de jártunk itt nyáron és ősszel is, jótékonysági bálokra meg egyéb rendezvények nem nézzen, volt-e most ilyen? Most ebben az évben nem volt jótékonysági bálunk. A Csongár Kisfaluhoz minden évben meg tudjuk szervezni ezt a jótékonysági bált, mert itt is a szülőknek nagy szüksége meg van érkezni. És ahhoz, hogy kicsit adatkozó tudjanak, ugye anyagi háttérekkel rendelkezzenek, minden évben egy évbe lesz egy jótékonysági bál, általában 2 évben szükségeknek. Ennek ellenére közös kirándulásokra, kiruccanásokra? Igen, azért arra kerítő sort minden évben vagy a Vadasparkba, vagy tavaly Debrecenben voltunk a Hidán Parkba állatkertbe. Most úgy szervezném, hogy Nyíregyházára kicsit bővült, hogy hallottam a Vadaspark. Az is jó a gyermekeknek, az is élmény jelent. Ami a különböző ünnepeket illeti, farsang elmúlt már volt? Igen, farsangunk is volt. Általában farsangunk, az anyák napja, az étáró együtt szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy a szülők is részt vesznek. Felöltöztették a gyermekeket, a szülők itt vannak velünk, együtt ünnepelünk, szendvicset készítettünk, pánkot sütöttek, és tehát nagyon jól értük együtt, mert ezt megcsináltuk a szülőket, és kávéval, ellátással, így tehát a farsangunk. Könnyű annak, akinek könnyű, hallom a csörömpölést, a konyha is ebben az épületben van. Igen, a konyhánk önálló konyhával rendelkezünk, nagyon jó, meg tudjuk oldani házas jelleg léteret, annak tényleg mindent megcsinálnak a konyhásasszonyok. A kertészától megkezdve mindenféle sütemény, tehát ami a gyermekek igényeit kielégítve, elsődlegesen ugye gyermekintézmény vagyunk, de azért nagyon sok szociális vendégétkezőnk is van, hivataliak is itt étkeznek. Ebből bekukkintottam hagyományos módszerrel, éppen tetentős fogácsa tűz. Igen, ma is tökleves, töklaki, a Szabolcsi neven, igen, és tetentős fogácsa készül. Úgyhogy mennyien dolgoznak, hányan gyermek főzni? 78 embernek főznek, ez egy szakásnő van, egy konyhalány és egy élelmezős vezető. A településen élő idős emberek hozzá tudnak eljutni melegedéthez, akár úgy, hogy bejönnek, akár hogy itt teszik meg, vagy elviszik. Igen, itt van, aki itt étkezik, van egy öregek otthona, ami még nem éjjel-nappal, tehát csak egy ilyen nappali megoldás. Van, aki itt étkezik, de van, akinek elviszik, és megoldja a hivatal azt is, hogy kiszállítják az idős embereknek a melegedébe, tehát viszik a kutás. Nem nincsen gond, de most kinézek az ablakon, emlékszem, hogy a nyakit. Kipenni csak majd lesz egy óvodabá, vagy valami szponzor segítségével. Most polgármester új ígéretet tett arra, hogy vágjak ki a túlparton fákat, és akkor a faanyagot adná, és akkor már kevesebb lenne, ugye megcsináltatni, akkor csak a munkabért kellene kifizetni. Van egy-két olyan ügyesebb apukánk, aki mondta, hogy segít ebbe. Április 6-án déltájban beszélgetünk, közeleg a húsvét, egyetlen a szünet, az mikor fog kezdődni? Hát nekünk nincs annyira szünetünk, mert nekünk a nagy szünet a nyári szünet szokott lenni, amikor ilyen felújítás, takarítás, egyéb munkálatok folynak. Nekünk a, mi nem vagyunk ugye iskola függősen, mert költség van az iskola. Igaz, hogy a gyerekeink számon látjuk, mert csökken akkor, mikor szünet van, de pénteken lesz, tehát jövő hét pénteken leszünk zárva. És a húsvét nagy péntek? Igen, nagy péntek, és a húsvét utáni kedvet még, hogy kihozanodjunk ide. Igen, akkor végül is három munkanap, három tanítási nap esik. Igen, és utána már jövünk, tehát ennyi. De azért készülünk a húsvétra, mocsoló versekkel, feldíszítettük az oldalt, azért a húsvét ünnepet mi is ünnepeljük. Mi is ünnepeljük, tojást festünk majd jövő héten, hoznak ott az a gyermeket, fagymahéjba szoktunk tojást festeni, most meg kivágott formát díszítettek. Meghallgatom, hogy egy húsvéti verset, de úgy tudom, hogy egyébként is készülünk a szabadó versenyre. Igen, jövő héten lesz Kölcsébe, már úgy mondom, hogy hagyomány, mert tavaly már voltunk, hoztunk is el díjat, örültünk is neki nagyon, mert kis
közösség révén elég sok fiat L22-3-at is. Most is készülünk, 6 gyerekkel megyünk a szavalóversenyre, 5 és 6 évesekkel várjuk, hogy a... meghallgatjuk őket.